Szép jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit február 22-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban színház, kórus, muzsika, hangverseny, könyvbemutató szerepel kínálatunkban. Tartsanak velünk! A Petőfi Emlékév keretében hirdették meg az Atlantis programot. Idén 11 produkció mérettetett meg a szakmai zsűri előtt a Vörös Marti Színházban. Szóval az időt így elharácsoljátok! Várva néz rég, s oly hiába néz az! Isten napja, s a világ látok! Mit nem beszél ez a német? Az Isten ide ütné meg! Azt követeli a svábság, fizessük az adósságát! Ha csináltad, fizess is ki! A nyelved öltöd is ki! A meggyemetsz is beléje, elfogadt a hibbelédje! Ha pedig nem fizetünk, azt mondja, hogy jaj mi nekünk! Háborút küldve magyarra, országunkat elfoglalva! Uralod a kormányádat, de nem ám a mi hazánkat! Adat nekünk ők izennek, kik egy nyúlra heten mennek. Újban! Hölgyeim, tűzzék fel a kokárdákat! Gyerünk! Ki a földére! Égő szivárvány 100 000 virágból címmel a Petőfi Emlékév keretében rendezte meg Székesfehérvár önkormányzata karöltve a Vörös Marti Színházzal az Atlantis program színpadi bemutató előadásait. Idén a produkcióban 11 fehérvári, illetve Fejér megyei általános és középiskola diák színpada vett részt, mintegy 300 fiatal részvételével. A felkészülést a pedagógusok mellett ismét mentorok, a színház művészei segítették. Napkeltétől a nap enyészig egyenes trónaság nyújtózkodott végig. Nem volt király, nem volt fa, nem volt bokorot. A harmat csupán apró gyérköveket csillogott. Oldalvást a napnak első sugarára, fölpirosodott egy tó, környék kezdtek át. Azt hiszem, hogy mind a kiállítás, mind pedig a most még előttünk lévő előadás megmutatja azt, hogy mennyi tehetséges fiatal tanul a fehérvári iskolákba, beleértve a fehérvári diákokat és beleértve a más településekről ide tanulni érkező fiatalokat. És nagyon jó, hogy ebben a programban van lehetőségük megmutatni a bennük lévő tehetséget, és elmondhatják a véleményüket gyakorlatilag a mai világról, ahogy ők megélik egy-egy darab részletet, egy-egy gondolatot, ezt megfogalmazhatják, akár képi világban, akár pedig a színpadon majd. Nagyon örülök, hogy egy év kihagyás után, de most meg tudjuk rendezni az Atlantis programot, hiszen tudjuk, hogy tavaly a járvány miatt nem volt erre lehetőség, örülök, hogy most van, hiszen túl azon, amiről előbb beszéltem, hogy fontos ez a fiatalok számára, de azért is fontos, mert meggyőződésem szerint nagyon nagy élményt ad nekik, hogy a képeiket itt láthatjuk a Vörös Marti Színházban, hogy itt léphetnek színpadra, itt készülhettek, találkozhattak rendezőkkel, találkozhattak színészekkel. Az ember a közösségi média felületeket látta, akkor a különböző iskolák már mutatták, hogy próbáltak, hogy készültek, hogy nyilván egy kicsit izgulnak, és aztán eljönnek a társak, az osztálytársak, a barátok, a szülők, a nagyszülők, hogy izguljunk értük. De valójában nem kell, hiszen nekik ez egy nagyon nagy élmény és lehetőség, és biztos vagyok benne, hogy ismételten ezek a fiatalok szenzációsak lesznek. Köszönet az őket fölkészítő tanároknak, színészeknek, rendezőknek és a Vörös Marti Színháznak, amik évről évre ezt a programot befogadja. Apám? Jó ég, fiam. Ne aggódj, nekem tetszett. Beszélek édesapádra. Ez valami levél? Drága Juliska, ez időtől számítom életemet, a világ régterén. Azelőtt nem voltam én, nem volt a világ, semmi nem volt. Akkor lett a nagy semmiben a világok milliója és szívemben a szerelem. Mindezt Juliskának egy pillantás a teremtő. Drága Júlia, szeretsz te még engem? Szeretem.
A program egyaránt megerősítést jelentett a családoknak, a pedagógusoknak és a diákoknak is, hogy a 21. század felgyorsult világában is szükség van történelmünk nagyjaira emlékezni, kreatív megoldásokkal megidézni az adott kor szellemét. Nagyon szeretem ezeket az estéket, mert hivatalomnál fogva a zsűri egyik tagjaként veszek részt ezen az eseményen. Elkezdem nézni mindig ezeket az estéket zsűri tagként, és aztán pillanatokon belül megváltozom, és a zsűri tagból, a színházigazgatóból egy egyszerű néző lesz, és megmondom őszintén, elönt a sárga irigység. Elönt a sárga irigységbe, arra gondolok, hogy Istenem, milyen jó fiatalnak lenni, mennyire irigylem a fiatalságnak ezt a gondolkodását, a szabad áramlását, a kreatív ötleteit, ahogy egyik pillanatról a másikra új és új ötleteket, és olyan dolgokat látnak bele a versekbe, amire az ember nem is gondol, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó fiatalnak lenni. És hát persze ez az irigység, azért ez visszafordul, és nézem a produkciókat, amelyek kivétel nélkül tehetségről, fantáziáról árulkodnak. Jó megnézni ezeket az estéket, nagyon jó nézőként is részt venni rajta. Rendkívül felelősséges kihívás pedagógusnak, szülőnek, illetve azoknak a szakembereknek, a felkészítő tanárokra gondolok, és színművészekre, hiszen ők is besegítettek. Milyen a Petőfi emlékév az igazi? Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen ma már a felgyorsult világban óvatatlanul is nagy szükség van, hogy emlékezzünk nagyjainkra. Ezek az emlékévek mindig akkor jók, és akkor nevezhetjük őket sikeresnek, ha az, akinek az emlékét vagy a munkásságát az emlékével megtiszteltük, az belül lesz. Ha Petőfi bent van, a szívünkben van, akkor az emlékév elérte a célját. Én, ahogy néztem ezeket a produkciókat, belestem a próbákra, azt látom, hogy Petőfi beköltözött ezeknek a fiataloknak a lelkébe, a szívébe, és ezért már megérte. Aztán, kik vagytok ti? Hogy kerültetek ide? Kinek hogyan fordult meg így az élete? Mi? Bátran kérdezel. Nem tart vissza a fél. Pedig van a fél, Poli, nem sokáig. Ezek vagyunk. Mi megyünk. Ez a világ minket magából kivetett. Mi csak szépen törlesztük a tartozást. Elég, ha ennyit tudsz. Ne kérdezz mást. Legtöbbünk örül, ha elkerülni az igazságszolgáltatást. Igazságszolgáltatást mondtad te is? Azt hiszed, nem láttam a világ bűneit. Én kérek elnézést, ha valakit megbántok. Tényleg követem meg a nagyvilágot. Bocsássanak meg mindenkem. A bitangúr ki nyakig ül a borban, és szolgálj véresre vereti. A nyájas képmutató a városban, ki felsőbséget hirdeti. Királyok és egyéb zsiványok, kik röhögnek ronda képeken. Bocsássanak meg, rímeken. Azok, akik pénzüket kamatra adják, hogy a szegényen bört se hagyjanak. Proletárok, kik kiáltadogjanak meg a híd alatt. És lázadók, akik a nyárfa ágán a szabadságra várva figyelnek sárga zsinelen. Bocsássatok meg, rímeken. Az Atlantis program projektvezetője a színház szakmai munkáját összefogó Lőrinc Zsuzsa kiemelte, a fiatalok számára igazi ünnep és kihívás egy ilyen megmérettetés, és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy élnek a lehetőséggel és nívós produkciókkal állnak színpadra. Ez a legünnepibb programja a színháznak, a diák közönséggel való kapcsolatának, és hát most nagyon nehéz volt a felkészülés. Sosem egyszerű, mindig rengeteg diák van benne, rengeteg csoport, és mindig az a koncepció, hogy olyan előadás születik, hogy a különböző csoportok jelenetei végül összeállnak az előadáson egy egészszé. Most ez másként lesz, a Petőfi emlékéhez kapcsolódóan lesznek János Vitézből részletek, lesznek különböző versek feldolgozva, lesz olyan, aki a Petőfi életéből mutat jelenetet, tehát ez egy teljesen változatos előadás lesz, ami közös benne az, hogy mindenik Petőfihez kapcsolódik. És hát azért a pandémia nem könnyítette meg a helyzetünket, úgyhogy hogy a csoportok nagyon nehezen próbáltak, rengeteg hiányzóval, sorozatos megbetegedések, meg karantén helyzetek voltak. Végig kísérted a próba folyamatokat, milyenek az idei előadások? Nagyon-nagyon jók az előadások, és azt látom, hogy ez az Atlantis közösség, ezek az iskolák, ezek a csoportok, akik évek óta részt vesznek ebben a programban, ezek egyre kreatívabbak, egyre jobban dolgoznak egymással, egyre merészebbek is,
a gyerekek is, tanárok is, mentorok is. Az előadást értékelő öttagú zsűri elnöke Cserpakovics András polgármester volt, aki elmondta, minden a produkcióban résztvevő iskola számára 100 000 forint támogatást biztosítanak. Az összeg felhasználásával kapcsolatban az egyetlen kikötés, hogy azt közösségi programokra kell fordítani. A díjátadó meglepetést is hozott, ugyanis a szakmai grémium döntése alapján valamennyi színpadi produkció elismerést kapott, egy-egy az általuk előadott darabra jellemző gondolattal kísérve, a hálás és hozzáértő közönség vastagsával övezve. A Grund Vörösmarty Kuckóban mutatták be Prohászka László Sisak és Kart című új kötetét. A könyvben a hazánkban található az első világháború emlékére készült köztéri alkotásokat mutatják be. A Vörösmarty Társaság a Grund Vörösmarty Kuckóba invitálta az irodalomkedvelőket, ahol Bobori Zoltán moderálásával egy hiánypótló kötetet mutattak be. Prohászka László a város segítségének is köszönhetően a Sisak és Kart című könyvében a nagy háború emlékére készült szobrok, kis plasztikák, érmek, plakettek és jelvények megszületését idézte meg. Aki ezt a könyvet kézbe veszi és elkezdi olvasni, akkor előbb-utóbb valóban ámul és bámul, hiszen ez egy fantasztikus kutatómunka, megszállott ember kutatómunkájának az eredménye, ez a Sisak és Kard, mint ahogy az előző könyvei is Prohászka Lászlónak, így a luxelekről szóló, nemrégiben bemutatott, és hát mi általunk is bemutatott könyve. Azt is fogom tőle kérdezni, mint minden olvasója kíváncsi erre, hogy hogy lehet ilyen hihetetlen mennyiségű munkát elvégezni, ami egy ilyen könyvnek a megírásához szükséges. Nekem annak idején azt mondta Prohászka László, hogy nagyon fontos szerepe van ebben a könyvben Székesfehérvárnak. Így aztán különös kíváncsisággal olvastam, és valóban így van, hogy olyan gyönyörű köztéri szobrai vannak Székesfehérvárnak, első világháborút követő köztéri szobrai is, hogy tényleg nagy büszkeséggel lehet olvasni ezt a könyvet, és nagyon fontos figyelmeztetés, hogy vigyázni kell ezekre az emlékekre és az emlékezésre. Az első világháború 100 éves évfordulójára emlékezve hazánkban nagyon sok köztéri hősi emlékművet újítottak fel, és a számos kiállítás rendezvény mellett több hiánypotló kiadvány is megjelent. A Sisak és Kart kötet szerzője a kevéssé ismert, különleges információk az egyes műalkotások sorsát, áthelyezésének vagy eltávolításának hátterét, továbbá az emlékművekkel kapcsolatos esetleges szépirodalmi vonatkozásokat gyűjtötte csokorba. Ez több mint 20 éves kutatómunkának a összegzése eredménye. Ezúttal is szeretném megköszönni Székesfehérvár vezetésének, hogy támogatta ennek a könyvnek a kiadását. Nem véletlen, hogy a címlapon a Székesfehérvár hősi emlékmű szerepel, Pásztor János alkotása és Hikis építésznek a kitűnő műve. A könyv természetesen nem csak Székesfehérvár művészeti első világháborúval kapcsolatos művészeti emlékműveit említi, 30 magyar művésznek, elsősorban szobrászoknak az életműve köré csoportosulnak ezek a hazánk számára legfontosabb hősi emlékműveknek az összegzése. Nagyon nehéz volt kiválasztani tulajdonképpen a
szerzőket, illetve a választás nem volt annyira nehéz. Ami nehézség volt az az, hogy ki az, aki kimaradjon ebből a sorból, hiszen végtelenül nyúlhatott volna a felsorolás. Végül azért döntöttem el a 30 művész mellett, akinek tulajdonképpen fejezetenként egy-egy életműnek a bemutatásával épül fel a könyv. Részint ők alkották a legtöbb olyan első világháborús emlékművet hazánkban, amik a legfontosabbaknak tekinthetők. Akik kimaradtak viszont, azok is szerepelnek a könyvben, a legfontosabb művek akár összehasonlításként, akár más formában. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül 400 emlékmű szerepel a könyvben, nagyjából 100 szobrász. Tehát tulajdonképpen természetesen nem teljes a kép, ha országos szintet nézi az ember, de hát nem is ez volt a cél. De nagyjából említhető, hogy a legjelentősebb alkotások első világháborús emlékművek tekintetében szerepelnek. Amit még szeretnék kiemelni a könyvvel kapcsolatban, amennyiben picivel több, mint a legalábbis más, mint ezek a első világháború centenáriumban megjelent albumok, hogy amit a címből is kiderül, azok első világháborúval kapcsolatos alkotások. Ez azt jelenti, hogy nem csak a nagy háború befejezését követően emelt emlékművekről van szó benne, hanem a maga háború alatt készült alkotások is szerepelnek, sőt nem csak maguk az alkotások, hanem a tervek, a meg nem valósult tervek is. Amennyiben pedig még szinte még kicsivel több, mint a néhány ilyen nagyobb album, ami megjelent a centenáriumi kapcsán, az, hogy nem csak szobrok, már nem csak tőztéri nagy szobrok, hanem kis plasztikák, érmek, plakettek, sőt még sapkajelvérek is szerepelnek benne. Tehát tulajdonképpen egy művésznek valóban az első világháborúval kapcsolatos teljes alkotói munkásságát felüleli, amennyiben az első világháborúhoz kötődik. A könyvet mindenkinek ajánlják, akiket érdekelnek a búvópatakként rejtőző részletek, és persze mindenek előtt azoknak, akiket érdekel mind az első világháború, mind a magyar művészet története. Pat Zoltán vezényletével az Ars Oratória kórus előadásában a protestáns kórusmuzsika nagyjainak művei csendültek fel a budai úti református templomban. A Somorjai Bérlet harmadik estjére a kóruszene, a muzika szakra, valamint a zenei különlegességek iránt érdeklődő zenebarátokat invitálták meg a budai úti református templomba, ahol német barokkmesterek ritkán hallható műveit hallgathatták meg a kórus muzsika iránt érdeklődők. Az Ars Oratória kamarakórust az együttes művészeti vezetője Pat Zoltán díszdíjas karnagy vezényelte. Csodálatos a helyszín, és nagyon nagy előnye, hogy egyfajta tágas teret tud adni az előadásnak. Johann Hermann Schein és Heinrich Schütz műveiből válogattunk a mai estére, és ők túl azon, hogy kortársak voltak, nagyon komoly szellemi hasonló gyökérrel rendelkeznek, hasonló talajon állnak, mind a ketten a velencei iskolának a jeles képviselői, és a darab eleje és vége az Schütznek két darabja, az egyik a mű a Das ist Jäger Wisslichwar című mutatta, az Schein temetésén hangzott fel először ez a motetta. Ez is mutatja a két szerzőnek a szoros, szinte baráti kapcsolatát. És Scheintől is megy több motetta, úgyhogy nagyon izgalmas műsorról van szó. Mitől kiemelkedő a két szerző, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ez a kor azért bővélkedik nagyszerű komponistákban. Monteverdi után vagyunk, Monteverdi újítása után vagyunk körülbelül 20 évvel. Ezek 1623-as sorozatból válogattunk. Egyébként pont jövőre lesz 400 éves ez az Israels Brünnlein című kötet, amiből válogattunk a mai estére.
És ez egy nagyon izgalmas korszak, mert még érvényben van a régi iskola, a palesztrinai, lassuszi, viktóriai fogalmazásmód, de már ez az újdonság, amelyet Monteverdi hozott be, tulajdonképpen a basso continuót, látunk magunk mögött egy orgonát, a folyamatos basszus, egy cselló és egy orgona előadásában már jelen van, és ez hirtelen meghódította a világot, Európát legalábbis, és 20 év kellett ahhoz, hogy Olaszországtól, Velencétől, Angliáig, Észak-Németországig, Dániáig, Hollandiáig eljusson ez a fajta írásmód. Ennek tükrében nyilván tudatos volt az énekesek kiválasztása is. Hát az Arts-Oratória tagjai természetesen gyakorlottak ebben a műfajban. Ugye az elmúlt években azért sok gyakorlatuk volt. A nyitókoncert is, például Dietrich Buxtehude, Emberi Zunosztit című műve volt, 1680-as darab, és az énekesek igazán ebben gyakorlottak, és otthon érzik magukat, úgyhogy nagyon várjuk a mai esti koncertet. Az esten az értő zenebarátok megerősítést nyerhettek, hogy a kórusmuzsika gyöngyszemei a protestáns szerzők műveiben tetten érhetőek. Közönség találkozót rendeztek a színházban a Pisztácia és Mogyoró darab előadása után. A nézők Perccel Enikő, Somos Ákos és a darab szereplőinek társaságában nyerhettek betekintést a dráma megszületésébe. A Vörösmarty Színházban Zsótér Sándor rendezésében mutatták be az osztrák dráma fenegyerekeként számon tartott Werner Schwab 1991-ben született Pisztácia és Mogyoró című művét. Az előadás után a Kozák András stúdióban Perccel Enikő dramaturg, Somos Ákos újságíró, drámatanár, a Teddy Diákszínpad és az Örökség csoport rendezője, illetve az előadás szereplői közönség találkozóra invitálták a színházbarátokat. Számomra ez teljesen új volt, én nem ismertem különösebben ezt a világot. Ez az osztrák drámát, az osztrák írókat, azokat úgy valamennyire érintőlegesen, de hát itt azt hiszem, hogy maga ez a színpadi kép és ez az egész vizuális világ, amit ez itt megteremtett az Ambrus Mária, a díszlettervező, Zsótér Sándor rendező, meg a színészek a jelmezekkel, a játékukkal, az egy ilyen egészen időnként ilyen pszichedelikus élmény. Én néha úgy néztem, mintha egy ilyen Monty Pythonba oltott Pintér Béla darab lenne, és az egésznek a végsőkig csavart abszurditása, meg amellett azért nagyon erős költői nyelvezete, azt szerintem egy nagyon komplex élmény. Valószínűleg nem elég egyszer megnézni, hogy az ember úgy igazán átérezze. A családi és szomszédi együttélés hétköznapi surlódásait Schwab már-már apokaliptikussá fokozza azzal, hogy mindenki kimondja, amit gondol, ami konfliktusokat szül, ahol az abszurditás a valósággal találkozik. A darab ugye a 90-es években írta a Schwab, és én még akkor születtem, 90-es évek elején, 90-ben, és akkor senki, tehát egy nagyon pici voltam, amikor ezt és magáról írta ugye a darabot. Az egész agymenés, ami itt van, ez ő maga. Sokat, mármint maga a darab sokat elmond az íróról, hogy milyen állapotban volt ekkor, milyen dolgok foglalkoztatták igazából, és hogy ez a darab, ez most, azt gondolom, hogy most jelen pillanatban nagyon-nagyon aktuális a jelenlegi állapotokat tekintve, amit van most. Milyen gondolatok fogalmazottak meg benned a próba folyamatok során, hiszen azért a közönség szereti a kortárs drámákat? Milyen gondolatok fogalmazottak meg bennem? Hát igazából az volt a Sándorral az volt a rendezővel, Zsótér Sándorral az volt az elsődleges feladat, amit meg kellett ugranunk, hogy ez a szerep, amit én játszok, úgy tudjam átadni a mondandót, hogy ne sajnálják, és ne sajnáltassa magát, hanem minél szárazabb legyen, és hogy ez, mert sokkal jobban helytálló, mint a sajnálkozás. És ami még fontos volt, hogy minél jobban kikanyarítsuk a humorát az egésznek. Mert hogy az van, azt gondolom, a darabnak humora, az, ha valami, akkor az van. Drámája is nagy, de a humor az, azt hiszem, az még nagyobb benne. Mert azáltal lesz a dráma még mélyebb.
A tömör megfogalmazásokkal, humorral átszőtt dráma egyik főszerepében Kerkai Ritát köszönthettük. A darab az abszolút olyan, hogy egyértelműen reflektál a napjainkra és a napjaink társadalmi problémáira. És hát olyan tabu döntögető, ami hát nyilván szokatlan, főleg egy vidéki színházban, de azt gondolom, hogy olyan érdekes az egész szövegnek a nyelvezete, és olyan mélyen költői, hogy szerintem nagyon jó volt színészként is vele találkozni, és azt gondolom, hogy nézőként is egy hatalmas élmény lehet. A nézők a jó hangulatú beszélgetésben megtapasztalhatták, hogy a színészek miként indultak neki, hogy Zsótér Sándor rendezésében elmélyüljenek a köznapi lét hiteles ábrázolásában, hogyan élték meg szerepüket a szemlélődő államvilágban, ami bizony nem több, mint önmagunk becsapása, amelynek ára van. Idén is megrendezte Valentin napi koncertjét az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. A Hotel Magyar Királyban szerelmes klasszikusok és gyertyafényes vacsora várta a párokat. Szerelmes klasszikusok címmel ismét különleges Valentin napi koncertre invitálta a zeneszerető közönséget az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. A gyertyafényes vacsorával egybekötött eseménynek idén is a Hotel Magyar Király adott otthont. A fehérvári szimfonikusok immár 6. alkalommal várták a szeretet és szerelem ünnepén a klasszikus zenekedvelőit. A leghangsúlyosabb része a műsorunknak azok a keringők, amelyek igazán könnyed dallamokat biztosítanak ehhez az estéhez, és ezen kívül a könnyedebb repertoár felé is a keringőnkön kívül egy picit elkalandozunk. És a műsoron túl azt gondolom, hogy ami nagyon izgalmas vonása a ma estének, ami zenekarunk szempontjából, az, hogy Bondar Erika álló hegedűsi vezetésével, karmester nélkül játszik most a zenekar, ami a kamara zenélésnek talán az egyik leggigantikusabb formája, igazi szakmai kihívás, és nagyon örömmel látom, ahogyan a kollégáim ebben részt vesznek. Hotel kupola termében a műfaj klasszikusai, többek között Strauss, Elgár, Sosztakovics és Kálmán Imre legszebb romantikus dallamai csendültek fel, az est hangmestere Bondor Erika értő vezetésével. A mai estére úgy készültem, hogy a 5. alkalom ez nekem, mint ilyen háziasszonyként, és válogattam az eddigi koncertek közönség általi legsikeresebb számaiból. Van ebben operett részlet, van ebben filmzene, van Elgár, Sosztakovics, tehát igazi klasszikus zene is, tehát sokféle csemege. A koncert idén is magas minőségű estet kínált, és újra bebizonyosodott, hogy bizony nagyon jó néha romantikus hangulatba kerülni.
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!